Szerúztok szép jó estét mindenkinek! Szeretném megköszönni Júlia kitűnő bevezetőjét, és bárkinek bármilyen kérdése van a templomban létről, az, ottóval, az, attól való távol létről, bármilyen kérdésed van, nagyon szívesen meghallgatom és megpróbálok rá válaszolni. Alapvetően azért kezdtem ezzel gyakorolni, mert borzasztóan szenvedtem magától a létezés élményétől. Így tudok csak fogalmazni. És valahogy kerestem az igazságot, mert tudtam azt, hogy az észlelés, amit érzed a tapintását, a hallásától, az nem a valóság. És az a kérdésem, hogy ezeket a célokat el kell engednem, hogy, hogy paradox módon elérjem ezeket. Amikor szerdízbe viszed az autót, le kell -e mondani a sebességről. Így van. Miután a szervíz gyönyörűen megszerelte az autót, mindent megjavított rajta, visszakapod-e a sebességet? Helyes. Ugyanez. Tehát le kell mondani arról a nagyon szűk, nagyon relatív valóságélményről, amely addig a tiéd volt, és szenvedtél tőle. Csak ekkor tudsz valami nagyobbat tapasztalni, amelynek része lesz a látás, hallás, szaglás, tapintás, ízlelés és a többi. De ha az elején nem mondunk le erről, és nem kerülünk ki a saját komfortzónánkból, a saját ön- és világképünkből, akkor ez nem lehetséges. Akkor egyre jobban szenvedünk, az autó egyre lassabban, döcögősebben, nyikorgósabban megy, és egyszerűen csak leáll a motor. Sunkszányi mondta, hogy ha mindent feladsz, mindent megkapsz. És ez sorrendben így megy: először mindent feladsz, aztán mindent megkapsz. De közben te teljesen át tudsz változni, tapasztalni tudsz valamit, ami sokkal mélyebb és sokkal több, mint amit eleinte gondolunk magunkról és a világról, de sokkal kevesebb, mint amit akarunk, sokkal kevesebb, mint amire vágyunk, és nem egyezik az ideáiddal és az elgondolásaiddal. Egy régi kínai zenmester mondta, mielőtt elkezdtem volna a tannal foglalkozni, az ég kék volt, a hegyek hegyek voltak, és a folyók lefele folytak a tengerbe. Amikor zent gyakoroltam, nagyon sokszor az ég nem volt kék, a folyók nem lefele folytak a tengerbe, és a hegyek nem tűntek hegyeknek. De most, hogy az út végére jutottam, a hegyek ismét hegyek, az ég ismét kék, és a folyók ismét lefele folynak a tengerbe. És az embernek uh, szükségszerű, hogy valamilyen változáson, transformáción keresztül menjen. Enélkül nem megy. És eközben meg kell tudnunk különböztetni, hogy mi az, amit a kezedben tartasz, és mi a kezed. Mi a tudatnak a tárgya, és mi a tudat, mi a szenvedés és mi annak a forrása? És akkor az is nyilvánvalóvá válik, hogy mi a boldogság és mi annak a forrása. Úgyhogy a zene ezt az utat kínálja, és a járműte vagy. Nagyon sokan kérdezik, hogy hogyan lehetne gyorsabban haladni az úton. Sehogy. A járműte vagy. Te vagy saját magad akadálya vagy hajtóereje és innentől kezdve van felelős és világos gyakorlat. Úgyhogy ezt a szenvedést, ezt le lehet tenni, ahogy az utazó a nehéz hátizsákot leteszi, de ha hozzá vagyunk nőve a hátizsákhoz, és azt hisszük, hogy a hátizsák mi vagyunk, akkor ezt nem tudjuk megtenni. Tehát azokat a ragaszkodásokat, hamis azonosulásokat kell föladni, azokat a téves nézeteket, amelyek által szenvedtetjük magunkat és másokat egyaránt. Még régebben részt vettem egy workshopon, ahol, ahol egy úr azt mondta, hogy 20 évig zazen gyakorolt, és csak arra használta, hogy elfolytja az érzelmeit, hol csúszott el a gyakorlata. A gyakorlata ott csúszott el, hogy elkezdte elfolytani az érzelmeit az zen gyakorlata helyett. Tehát egy tiszta, tükörszerű tudat, tapasztalata és használata helyett, elkezdett mahinálni, hogy nekem legyen kevesebb érzelmem, vagy legyen több, legyek okosabb, legyek butább, legyek ez, legyek az. Tehát ez hiba. Tehát a legnagyobb áldása az útnak az, hogy mindent és mindenkit úgy látsz, ahogy az valójában van, beleértve magadat. És pont ez az, amit a legnehezebben bírunk. Tehát ha az ideáink köde, eloszlik az elvárásaink felhői eloszlanak. Hogyha ez a homály, ami az állandó kételkedés következménye hirtelen éles fókuszba vált, és tényleg világosan látsz, ez nagyon szokatlan, és nem hagy kibúvót. És épp ezért nem szoktuk szeretni az ilyenséget. Inkább felbontjuk jóra és rosszra. Inkább azt mondjuk, hogy én ez vagyok, és nem az. És amikor visszaérsz ebbe a pillanatba, és látod magadat úgy, ahogy vagy, azt a karmát, amit viszel, és amin változtathatsz, növelheted, csökkentheted, egy csomó minden tehetsz veled, de mégis ezt hoztad magaddal, akkor vagy igazán az úton. De amíg ilyen kézi vezérlések vannak, hogy én most legyek ilyen, legyek olyan, és a többi, ez még nagyon kezdeti fázis, és megfelelő tanító, vagy megfelelő tanítás, illetve tanítványi közösség hiányában meg lehet rekedni húsz évig ilyen állapotban, hogy csak az érzelmeimet folytom el, mert például én tökéletes akarok lenni, és ennek az útjába állnak az érzelmeim. És ha ezt az ember ilyen formán adottnak veszi, hogy ennek így kell lenni, akkor az érzelmeit döfködi, és azt akarja elfolytani, ahelyett, hogy megismerni azoknak a forrását, önmagát, a helyes használatát, és ha az érzelmeit elfolytja, akkor az összes szeretet energiája is elvész. Úgyhogy vigyázunk ezzel. És mi van akkor, hogyha nagyon elkezdünk kötődni, mondjuk ehhez a helyhez, vagy a tanítóhoz? Olyat még nem láttam. Itt mindenki jön és megy, boldogan teázik velem, és utána beül a kis autójába, és elmegy innen, aztán meg visszajön. Uh, és hidd el, hogyha valaki nagyon akarna kötődni, azt nem hagynánk. De ilyen még nem fordult elő, és uh, nem is fog. Tehát az, hogy lojalitás kialakul, segítség, odafordulás, önzetlenség, energia, ezek gyönyörű dolgok, és ezek megjelennek előbb-utóbb, és spontán, mert vagy így jelenik meg, vagy sehogy. És olyat még nem látom, hogy valaki túlságosan kötődött volna ehhez a helyhez. Mert vagy idejön és azt csinálja, amit és abból gyárilag hiányzik a kötődés, mint ragaszkodás, vagy egészségtelen, ugye, mértékű ugye, kötődés, vagy pedig nem működik maga a gyakorlat. Most gondold el, ha nem ragaszkodó tudattal próbálod megoldani a kont, kiössz egy 180 fokos fordulat, és akkor csak ragaszkodó üzemmódban szeretnél viszonyulni másokhoz, a templomhoz, emberekhez, állatokhoz, mindenhez. Ez így nem megy. Tehát nagyon sokféle önellentmondás van, az előrevívő, termékeny ellentmondásokat szeretjük, mindenki ezt szereti, mert ebből van az a fajta kreatív energia, amiből újra teremted az életedet. De azok a paradoxonok, azok az ellentmondások, amelyek felülrőlnek, hátramozdítanak, azokat nagyon sokszor nem tudjuk magunk mögött hagyni. És ez a hely ahhoz segít, hogy ezeket magad mögött hagyd. Tehát, ha energikusabb, szabadabb leszel, akkor persze, hogy nem fogsz kötődni ezzel, ez hogy ff, mész és csináld az életedet. És aztán teszel egy kört és visszaérsz ide, kicsikét újra megmosdózni, szervizbe vinni az autót, letakarítani magadról az útporát, az élet sarát, és akkor megint mész vissza, és, és csinálod. Úgyhogy ez egy egészséges körforgás, én még olyat nem láttam, hogy villástargoncával kellett volna kiemelni valakit a templom területéről, mert nem volt hajlandó elmozdulni innen. Ha rögtön kap valami munkát, azt kétszer is meggondolja, hogy holnap is itt legyene még. Tehát egyéb kérdés? Sokszor feküdtem itt a Buthával és Szunyimmal szemben, és sokszor gondolkoztam azon, hogy vajon hány életet kellett élni ők, és hány karmát kellett levetniük ahhoz, hogy ők elérjék a megvilágosodást. De miért feküdtél velük szemben? Ez nem egy szokványos testtartás. Ha azt mondta, hogy ültél velük egy térben, az nem csak diplomatikusabb lett volna, de egy picikét jobb képet ad a kedves nézőknek a gyakorlatról. Azt tudjuk, hogy néha itt alszanak az emberek a darmateremben, és ez nagyon hagyományos, de ha azt hangzik, hogy itt feküdtem, akkor ez valami olyasmi, hogy, hogy, nem tudja az ember, hogy mi történt veled. Hát, hogyha azt mondod, hogy elalvás előtt talán, vagy pihenés közben eszembe jutott, hogy. Na de, folytasd. Szóval, hogy, hogy kellett keresztül menniük ahhoz, mondjuk hogy Buthát, vagy akár Jézust, ha ezt nem vagyok ebben biztos, hogy ők ilyen nyomot hagytak maguk után. Vagy például miért pont Sáké butha volt az, aki magát, buthát megtestesíti, amikor mondtad nekem nemrég, hogy más buták is voltak előtte? És utána is lesznek. De akkor miért, miért pont ő lett az a nagybetűs butha? Egyszerűsítsük le a kérdéskört. Min kell Moncsinak keresztül menni ahhoz, hogy megvilágosodjon, felébredjen, ebből az állapotából kikerüljön, haladjon, egy számára elfogadható személyiséget és életet hozzon létre. Ehhez min kell neked keresztül menni. Ezeknek az úriembereknek a sorsa, az már csak eredményszinten van jelen. Az, hogy az életrajzukat elolvasod, és minél távolabbi a múltban, annál mitikusabb, annál használhatatlanabb az egész, ugye? Tehát neked mire van szükséged, neked min kell keresztül menni ahhoz, hogy ez meglegyen, és te mit akarsz ezzel a gyakorlattal? Ez a kérdés. Jó, hogy én tehetek -e azért, hogy a következő életemben akár, hát most nem mondom, hogy butha, de mondjuk egy, egy bégész legyek, az annak örülnék. Most arról beszélj, amit valójában akarsz, jó? Hogyha Bill Gates szeretné lenni, felültetlek egy gépre, irány Seattle, illetve Redmond, emész oda dolgozni, idén takarító, jövőre bedolgozó, következő életedben Bill Gates feleségül vesz. Ez kell? Gratulálok. Tanulj Melindától, hogy hogyan sikerült Billt. Mert Melinda Gates a felesége. Jó, Jó. na hát akkor másképp fogalmazva. Ó, Szóval, mit kell tennem ahhoz, ebben az életemben, hogy, hogy egy sokkal termékenyebb, vagy De nem tudom, milyen életet éljek? Tudok, Tudok-e most tenni azért? Tudsz. Tudsz. Nézd meg, hogy a problémáid mi csodák. Az ember még a saját problémáit, vagy a saját szenvedését sem óhatja tisztán látni. Mi ezeknek az oka? Mi a megszüntetése? És mi a megszüntetés útja? A buddha pontosan ezt találta meg, amikor 28 éves korában egy utazás során átkattant benne valami. És látta, hogy az életben mennyi szenvedés van, ezeknek van oka, ennek van megszüntetése, és a megszüntetésnek van útja. Tehát őszintének kell lennünk magunkhoz annyiban, hogy meglássuk, hogy hol a probléma. Nem projektálunk, nem kenjük másra. Nem igyekszünk másképp látni, mint ahogy van. Mi a te részed abban, hogy ezt az életed éled? Mi a te részed abban, hogy ilyen életet élsz? És a saját részedet változtasd meg, és minden egyéb megváltozik. Úgyhogy őszintén fel kell tenni a kérdést, hogyha szenvedek, mitől szenvedek, annak mi az oka, mi a megszüntetése és mi a megszüntetés útja. Itt kell kezdeni. És ha ezen az úton haladsz, akkor egyre inkább úgy érzed, hogy az életed hozzá tartozik. Nem valaki más életét éled, hanem a sajátodat. Mert mersz felelősséget vállalni magadért. És mersz az utadon járni. Felmérhet, hogy milyen körülmények közé születtél, hogy nőttél föl, milyen karmát hoztál magaddal, milyen családba születtél, ez mind-mind óriási önismeretet kíván. És e közben megismered az ok és okozat működését, amely magadban, másban és a világban ugyanaz. És ha ezt megteszed, akkor szellemileg elkezdesz felnőni. Nem kell már kívülről kapni mindig mindent, hanem előbb-utóbb tisztán látod a saját személyiséged fejlődését, az életednek az útját, és amikor ezt a felelősséget kellő módon gyakorlod, akkor úgy érzed, hogy méltó életet élsz, tehát méltó az az élet hozzád, amit élsz. És ha így megnézzük, nagyon sokszor nem ez az értékelési az embernek saját magával, és az életével szemben, és azt érzi, hogy valami méltatlan dolog történik, hogy valami színvonalon aluli lehetőségekhez mérten, szinten aluli életet élünk, azért, mert tudunk valamiről, ami ennél több és jobb és megvalósítható lenne, de mégsem tesszük meg. Amikor ez egy bizonyos szintet elér, akkor tudsz elkezdeni segíteni másoknak. Addig te segítségre. Úgyhogy mindenkinek a döntései függvényében á, alakul úgy az élete, hogy bizonyos mértékig segítségre szorul, és bizonyos mértékig tud segíteni másoknak és ennek a világnak. Hol van az arány? Mennyiben szorulsz te segítségre, és mennyiben tudsz te segíteni? Mennyiben vagy a probléma, mennyiben vagy a megoldás? És ez az kell, hogy belül lásd, hogy ki vagy. Ez az alap. És eddig az alapig nem vagyunk hajlandók leásni a legtöbbször. Valami felszínes, gyors gyógyszert, felmentést, kis boldogságot kérünk, hogy túléljük holnapig. És utána megint kezdődik előről az egész. Hogyan dolgozunk a Kuanon meditációjában? Úgy, hogy nem dolgozunk a Kuanon meditáció alatt ugyanis mindenki meg akarja oldani a koant, és mint egy kis kutya a rongyot így rázza a szájában, jobbra bar és nem működik. Ekkor van az, hogy rájössz, hogy a tudatos éned, az az 5%-a lényednek, az nem fogja megoldani a koant soha, mert a kohan pontosan olyan, hogy a gondolataidat, az érzelmeidet, a reaktív működésedet végtelen ciklusokba küldi nem tudod, aztán dühös vagy, hogy nem tudod, aztán megpróbálsz békés lenni, aztán pedig rájössz, hogy ez hiába való, megint fölteszed a kérdést, megint nem tudod, megint dühös vagy, megint elítéled magad, megint megpróbálsz békésnek lenni, stb. stb. És amikor ezeket a tudati szokásokat szépen fölfeded saját magad számára, akkor tanulsz. Ak akkor tanulsz, hogy hogyan ne foglalkozzak olyannal. Tehát nagyon sokféle módszer van, mindenki azt használja, amelyiket éppen szereti, de az egyik járható út az, hogy mondjuk az ülés elején felteszed a házi feladatot magadban, egy kérdést, és utána szépen ráülteted a mantrát, vagy a hadút, vagy a hangokat. És mihelyt a gondolkodó tudatot hozzá akarna nyúlni, szépen visszavonod a kezedet, és a gondolatodat visszaintegrálod a praxisba. Nem elfolytjuk, nem kiéljük, hanem visszaintegrálod azt az energiát a praxisba, a mantrába, a hangok felfogásába, a nagy kérdés, a vadú feltételébe, mi ez, honnan jön. És akkor egyszer csak a megfelelő időben az intuíciót prezentálja a választ, vagy éneklés, ülés, étkezés, munka, interjú közben, teljesen mindegy, csak valahonnan jött. Na ezt a valahonnant, ezt a nem tudhatót szeretnénk tapasztalni. És a koan azért jó, mert tudatosan ezt nem lehet. Tehát a dualisztikus 2-re, 4-re, 8-ra, 16-ra, 2 a tizedikenenre szabdal tudattal nem lehet megoldani. Egészlegesen, helyesen, biztos, hogy nem, aki volt már interjún, az pontosan tudja. Úgyhogy ez azért szép, mert megtanulsz a tudattalanoddal bánni, ez nem ugyanaz, mint az intuíciód, és megtanulsz intuitív módon, a pillanatban, egészlegesen, egyéváltan élni és viselkedni. És ehhez a kóan megoldások a kapuk. Az azért szép, mert nem a levegőbe beszél és nem valami gyönyörűséges ortodoxiát tanít, hanem van teszt, van mérés, van látható képzés, vannak kapuk, amin keresztül lehet menni, és hogyha megfelelő átváltozás lezajlik, és úgy mész keresztül a kapun, akkor annak van foganatja. Ha nem, akkor egy újabb kapun kell keresztül menni. Nagyon sokan megkérdezik, hogy. Uh, hát, Miért nem mondjuk mi meg a megoldását annak a kornak? Már annyi ideje szenvedek vele. És akkor nyilvánvalóvá kell tennem, hogy ha a megoldás önmagában hasznos lenne, akkor kiadnánk egy olyan kóan könyvet, hogy a végében ott van szépen, mint régen a matek példáknál a megoldás, hogy x egyenlő egy, és az helyes eredmény. De nem az eredmény számít, hanem az az út, ahogy eljutottál az eredményig. És amikor egy koant megoldasz, kapsz egy másikat. Nehogy elszokjál tőle. És ez azért jó, mert egy idő után az életedet is koan helyzetek sorozataként látod, mert mered tapasztalni a paradoxonjaidat, az ellentéteidet, a megoldatlanságaidat, és így egészlegesen intuitíve viszonyulni hozzájuk, azért, hogy ezzel a mozdulattal meglásd a szenvedés tényét, okát, megszüntetését, és járd is az útját. Tehát a zen négy alapelve és a buddha négy nemes a szervesen összefügg, ugyanarra mutat, csak ezer év van a kettő közt. Úgyhogy mit kellett azért tenned, illetve mitől kellett tartózkodnod azért, hogy megold a kuant? Ez a változás, ez a fontos. Mit kellett azért feladnod magadból, hogy a kohanon átmenj, és így a kóan átment rajtad? Tehát ez a fontos, és ha túl könnyen megoldasz egy kohant, akkor lesz egy olyan, amit nagyon nehezen fogsz. A kezdeti időkben, amikor Szunkzánszonyi az első pár elvonulást rendezte a keleti parton, volt egy olyan egyhetes gyakorlat, ahol megjelent egy nő, aki más vonallal is foglalkozott. És a tíz kapun, az alatt az egy hét alatt átment. És aki egy picit is ismeri a tanításunknak így a gerincét, ezt a szellemi garádi csát, az tudja, hogy ez a tíz kapu, ez nem egy könnyű történet. Hát a hónapokig dolgozunk egyen-egyen, és amikor a vége fele járunk, akkor lehet, hogy egy-két év is egy adott koan, amíg kisajtolod magadból azt a választ. A nő egy hét alatt átment rajta, azt mondta, a zen unalmas, gyakorlok valami mást. És neki tényleg unalmas volt, és jó is, hogy elment valami más gyakorolni, ahol megvan a megfelelő kihívás, az önfeladás, a transformáció lehetősége, magunk újrateremtésének teremtésének a lehetősége a saját megoldatlanságaink, konfliktusaink, nehézségeink által. Úgyhogy neki tényleg nem való az end, mert túl könnyű, és nem fogja végrehajtani azt, amit végre kell saját magán. Ha túl nehéz lenne, akkor itt üres lenne minden terem, és senki nem lenne itt, mert lehetetlennek éreznéd. De Szumszánszonyimnak hála a gyakorlat is, és az abban megnyilvánuló rendszer, módszer is olyan, hogy abszolút követhető, művelhető, és addig mész ezen a járművön, ameddig csak akarsz. Mert az útnak nincs vége. Az első és legnagyobb darma baleset, amikor valaki azt hiszi, hogy megvilágosodott, ez az egyik és legfőbb probléma az összes többi az ennél kisebb. Van ez a minden egy betegség. Minden egy, nem érted? És akkor, és akkor ez a hamúzó ember a buthára. Van, amikor beleragad valamilyen abszolútnak vélt gondolatba vagy érzelembe, és ezt teszi a saját kis istenségévé, az adott gondolatot, vagy érzelmet, vagy képzetet, vagy tapasztalatot. Ekkor szoktak az emberek végtelenül beleragadni a múltba. állandóan ez köti őket. Akár negatív, akár pozitív értelemben. És mélységesen meg vannak döbbenve, amikor egy együttérző tanító ki akarja húzni ezt a pányvát, és relativizálni akarja az élményt. Tehát akkor van darmabaleset, baleset amikor valami abszolút szilárdul a tudatban, pedig csak jelenség. Pedig valami, amit elgondolt, érzett, látott, hallott, szagolt, tapintott, ízlett, a múlt, jelen és jövő valami eleme, amely egyébként mullandó, függő és tökéletlen, de valamiért a tudat abszolutizálta és megtette a saját istenségének, a fejjebb valójának, az uralkodójának, hogy ő majd ettől fog függeni, és hogy ez milyen jó lesz neki. És ezt mi nagyon sokszor csináljuk. Akár külső tárgyakkal, emberekkel, akár belső képzetekkel. Most, amikor ez a darma világán belül, a gyakorlaton belül történik, nagyon könnyű javítani. Egy jó tanító az első ilyen interjún azonnyomban szét tudja társítani, tudod, ez az azonos és különböző. Sem azonos, sem különböző, azonos vagy különböző. Tehát, Ted, és akkor, és akkor van egy ilyen kérdés, hogy azonos vagy különböző, és ezzel azon nyomban a tudatot és a tárgyát meg tudja különböztetni. Tehát le tudja tenni azt a hátizsákot, amiben a saját vér erejét már belenövesztette, amire már a saját bőrét is ránövesztette, és úgy érzi, hogy a hátizsák, mint egy szerv lüktet rajta. És nem tudod leoperálni róla, mert ordít. Ordít. És akkor szépen meg kell különböztetni, az egy hátizsák. Tessék, szíves, visszavonni az energiádat belőle. És tedd le, és nézd meg, hogy te anélkül vagy igazából teljes. És amikor ez megtörténik, akkor a darabaleset az elmúlik. Mert az emberi tudat az, ha megfelelő tanítást kap, akkor felébred benne az öngyógyító képessége. És ez az öngyógyítás az az öntisztítás, ez itt ugyanaz. Tehát, mihelyt a megfelelő tannal találkozik, kevésbé fogja a balesetnek kitenni magát és a környezetét, és ezt a karmát is le tudja küzdeni. De ha nem, hogyha maga a tanítás, amivel találkozik, az is egy relatív dolgot abszolútnak állít be, akkor azzal újra és újra megsebzi önmagát. Újra és újra téves nézeteket, hamis azonosulásokat alakít ki. És innentől kezdve egy állandó baleseti ciklus a gyakorlat. Borítékonyan lehet, hogy mikor lesz mániákus, mikor lesz depressziós. Ugye? Úgyhogy a darna baleset nagyon sokféle módon keletkezik, de a mészszerkezet ugyanaz. Azonosulsz valamivel, ami nem te vagy, abszolutizálsz valamit, ami relatív. Nem engedsz el valamit, amit el kellene engedned, és ezért nem maradsz önmagad hanem hamis önképet veszel fel. Széttöröd magadat a múlt, jelen, jövő bármely aspektusára, és ezért nem tudsz jelen lenni a pillanatban. Tehát a mély az ezekkel a mondatokkal leírható, a felszínen ez nagyon sok felképpen tud még működni. És a zennek a cselekvés orientáltsága, a jelenlét orientáltsága, az egyéni felelősség, de közös cselekvés orientáltsága, ez nagyon hamar kihozza, hogyha valaki ilyesmit visz magával. És gyógyítja is. Tehát megadja azt a lehetőséget. Tehát a legnagyobb fertőtlenítő az a szívszutra. Tehát egy kicsike, kis, egy négyzetmilliméternyi egoitás van rajta, azt is letarolja teljesen. Valamiben beleakadsz a szívszutrában, hogyha önkép van. elkezd elkezdesz gondolkodni. Ott valami akadály van, elkezd örvényleni valami nem tiszta, nem kóser. És akkor, akkor belül valami, valami tisztításra, gyógyításra szorul. És a balesetekből mind föl lehet épülni. Mindből. Maga a baleset ténye, a helytelen nézet, a hamis azonosulás ténye is mulandó. Úgyhogy gyógyuljunk tovább mindannyian. <laughs> Egyéb kérdés? Ott esély. Miért fáj annyira az igazságtalanság? Tehát, hogyha mondjuk innen majd kimegyek, és a, a, világban önzéssel, segítőkészség egyet, tehát hiányával találkozom, és mondjuk ugyanezzel a szemlélettel haladva próbálok tényleg segítőkész és önzetlen lenni, és ugye majd mindenhol ezt fogom tapasztalni, hogyan ne fájjon ez az igazságtalanság. É, hogyan legyek olyan, mint a teflon, hogy ez csak így lejöjjön rólam, hogy így ne hasonlítgassam össze magam, hogy de ő nem ilyen, vagy ő se segít, hogy ez... Ha rátaláltál mélyen a saját utadra, akkor bár látod az igazságtalanságot, nem fog annyira fájni, mint hogyha úttalanul és a külvilágtól függően léteznél. Mindenképpen függő viszonyban vagyunk a külvilágtól és egymástól. De hogy ez milyen mértékig érvényesül, az nagyon nem mindegy. Az igazságtalanság, az igazságtalanság. Ezen nem lenne szabad maszkírozni semmit. De hogy ez mennyire vág a húsba, és mennyire marad a felszínen, mennyire vágja el az utadat, és mennyire erősíti az utadat, na az nem mindegy. Lehet, hogy az igazságtalanság az, amely pont az útra terel és az igazságtalanság állapotában élni, az azt jelenti, hogy nem találtál -e az útra. Tehát mikor vagy független a külvilág igazságosságától, vagy igazságtalanságától? kell -e valakinek az aláírása pecsétje és jogerőre emelkedett ugye, végzése, hogy az ég számodra kék legyen? És hogy egy embert úgy láss, ahogy az van. Hogy magadat és mást úgy lásd, ahogy vagytok hogy az igazságélményed autonóm legyen. Tele van a világ igazságtalansága. De ha jól viszonyulsz ezekhez, akkor pont ezek fognak ahhoz segíteni, hogy igaz életet élj, és rátalálj az utadra, és segíts másokon. Nem fog megszűnni az igazságtalanság a Földön. De mennyire veszel benne részt? Hogyan viszonyulsz hozzá? Hogyan használod föl? Mit teszel vele? Az emberek nagyon sokszor úgy akarják kihavítani az igazságtalanságokat, hogy még nagyobb és még égbe kiáltóbb igazságtalanságokat követnek el, és a többi tudat. Hogyan lehet jól viszonyulni az igazságtalansághoz? Hogyan tudsz abból segítséget létrehozni? Nem. Rendkívül egyszerűen. Hogyha megtapasztalod az igazságtalanságot, rögtön a fonákján ott van az igazság. Ha valaki nem tud megtanítani téged arra, hogy hogyan, arra viszont megtaníthat, hogy hogyan ne. Az ugyanolyan értékű tanítás csak negatív, kellemetlen és nem szoktuk szeretni. De mint felnőttek, mindenből tanulnunk kell. Pusztán az igazsága és a jó példával az a gyerek, és neki nagyon nagy szüksége van rá. Ezért a szülőknek nagyon nagy felelőssége van, hogy az igazságot, a jó példát, a helyeset, és ezt kondicionálják a gyerekbe, de a világ nem ilyen. A világban mindenből tanulni kell, akkor is, ha fáj, akkor is, ha kellemes. Az igazságtalanság fáj, mert az ön és világ ahogy a dolgoknak lenniük kellene, azt sérti. De az is beletartozik az ok és okozat működésébe együtt kell vele élni úgy, hogy ami számodra igazságtalan, az lehet, hogy a veled szemben állónak pont igazságos, és amit te teszel, mint igazságos cselekedetet vagy beszédet, az a másik számára égbe kiáltó. Valaki, aki azt a valóság elemet teremti, az biztos tudja, hogy miért csinálja. És a legnehezebb dolog az, hogy belehelyezed magad a számodra igazságtalanságot teremtő ember tudatába. Tehát, ha van értelme a szeressétek ellenségeiteket mondatnak, akkor engedd meg ezt úgy interpretálni, hogy légy együttérző az ellenségeddel, és érezd át az ő nézőpontját, aki igazságtalanságot, szenvedést és egyebet teremt neked. Nézd meg, hogy ő miért mozdul így, miért beszél így, miért teremti ezt a valóságot, amely számodra igazságtalan és elfogadhatatlan. És már ezzel a nagyon ritka nézőpontváltással vagy együttérző magatartással már megváltoztatta, csak még nem ért el hozzá. Mert nem ellentétesen viszonyultál hozzá, és nem erősebb akartál lenni nála úgy, hogy ö, ledorongolod, meghódítod, bedöntöd a kaput, tehát nem fizikai erővel, hanem pontosan azzal a nem dualisztikus mentalitással, ami annyi igazi spirituális útnak az alapja, ezzel viszonyulsz hozzá. És ez elképesztő erős tud lenni. És ezért is rohannak el tőle nagyon sokan. Hogy nem kérnek belőle. Nehogy az együttérzés megérintse nehogy megváltozzon attól, hogy elfogadták olyannak, amilyen. Mi a kétség? Amikor ez eltűnik, akkor megjelenik a kétség. A gondolkodás gondolkodás. Ha tisztán gondolkodsz, akkor tisztán választasz. És nem kell kétségek közé zuhanni. A fogalmiság önmagában még nem probléma. De ha fogalmakat rosszul rendezed, akkor megannyi kétség lesz belőle, ha helyesen rendezed a fogalmi gondolkodást, akkor egy fantasztikus, komplex rendszer van, aminek a különböző paramétereit változtatod, működteted, a világhoz illeszted, nagyon gyönyörű a gondolkodás, de olyan, mint egy csomó vaslemez, hogyha megfelelő módon rakod egymáshoz, híd lesz belőle, ha nem megfelelő módon, akkor felszeletelnek a vas élek. Tehát nem a gondolkodástól kételkedsz, hanem a helytelen viszonytól kételkedsz. És most nem arról van szó, hogy most túros csúszát rendelj, vagy pedig dödöllét. Nem ez a kételkedés, ez egy választás. Amikor egy mélységes, mardosó kétség van, hogy miért vagyok itt, ezt kell lecsinálnom az életemmel, vagy azt, ez vagyok-e én, vagy az. Ezek a mélységes kétségek, ezek azért lehetnek így, mert valamit nem látunk. Valamit még nem vettünk észre. Nem vettük észre a gondolatok forrását, az érzelmeink forrását, a karmánk forrását, és akkor ez az egész tömeg ellenünk látszik fordulni, minden, amit viszünk magunkban, mint én. Állandó kételkedés, állandó körforgás, nincs nyugalom, nincs megállapodottság, nincs tisztaság. Ha tisztázod ezeknek a forrását, és visszatérsz ebbe, akkor eltűnnek a kétségek, de maradnak a gondolatok eltűnik a mánia és a depresszió, de maradnak az érzelmek, eltűnnek a szélsőséges mozdulatok, de marad a cselekvés, eltűnik az emberi beszéd elképesztő relativitása, és, és néha érthetetlenség, és marad a tiszta szó. Nem a gondolatokkal, az érzelmekkel, a cselekvéssel, vagy a beszéddel van baj. Nem ezektől vagyunk mi kétségbe zuhanva, hanem a saját tudatunk helytelen állapotától. És ezért nem tudunk viszonyulni a karmánkhoz rendesen. Ha a tudat tiszta, akkor a karma is tiszta. Ha a tudat nem tiszta, akkor a karma sem tiszta. Én ö, nem nagyon ismerem a zennek a, a tanításait, és az érdekelne, hogy a zen irányzatban létezik-e olyan, hogy reinkarnáció, és ezt hogyan, hogyan képzeljük el, tehát mi történik a tudattal a, az énnel a halál után. Mit szeretnél? Olyan zent, amiben van reinkarnáció, vagy olyan zent, amiben nincs? Az igazságot szeretném leginkább. Mit vagy képes befogadni? Minden. Akkor olyan zen lesz, amiben van reinkarnáció. Nagyon sok embernek ugyanis ez probléma, és olyan zent szeretnének, amiben nincs. Akkor kivesszük belőle, semmi gond. Nem kell róla beszélni. De az igazi praxis akkor keletkezik, amikor a saját ciklusaidat belül látod, hogy hogyan keletkezik egy én kép, hogyan marad fönt, hogyan változik és hogyan tűnik el. Ez ebben a testben egy mini reinkarnáció. Ezek az életválságok. Tehát amikor uh, meghalsz és újra születsz, és még ebben a testben vagy, nagyon nagy változások és nagyon nagy válságok esetén tapasztaljuk ezt. Ez tipikusan az életközépválság, vagy különböző életszakaszok váltakozása, és az az önkép, az a személyiség, amit addig vittél, az tarthatatlannak bizonyul, és annak el kell tűnnie, és valami újnak kell megjelennie. És ez az, ami tapasztalat, és ezért nem kell elképzelni semmit, hogy mi lesz a testből való kilépés után. Nézd meg azt, hogy te magad hogyan változol, hogyan tűnik el egy énség, és hogyan születik újra, mi az, amiből összeáll, és mivé megy szét. És amikor ezt tapasztalod, akkor látod, hogy a tudat hogyan változik, és hogyan lesz egy személyiség az, ami, és utána pedig változik, és bomlik le. Ez egyelőre elég. Ugyanis a meditációs tapasztalattal fogod majd ezt elmélyíteni, és idővel számodra, vagy mindenki számára, a reinkarnáció az a helyre kerül, tehát látod, hogy hogyan keletkezünk, és hogyan szűnünk meg, hogyan vesszük föl ezt a testet, hogyan tartjuk meg, és hogyan hagyjuk magunk mögött. Ezt pusztán tanítással kimutatni nem lehet. Rámutatni lehet, ezt teszem most. De a tapasztalatot soha nem helyettesíti a térkép. A szakácskönyv soha nem fogja az ételt helyettesíteni. Tehát a tanítás a tapasztalatot soha nem fogja helyettesíteni. Úgyhogy ezért kezdetnek szerintem ennyi elég a reinkarnációról magáról. Amellett, hogy el tudom neked mondani nagyon szívesen a két hosszú és két rövid köztes állapot miben létét, hogy ezek hogyan működnek, a könyveinkben is megtalálod, hogy mi az, amikor a test és lélek csatlakozik. Az a születés nagyjából a fogantatástól a köldögzsinór elvágásáig ez az egyik rövid köztes állapot. Aztán a születettség az életben lét állapota, amikor a test és a lélek együtt van, és vagy tudatosodik, vagy nem. És utána megint egy rövid állapot következik, amikor a test és a lélek folyamatosan, fokozatosan szépen szétválik. Akár nagyon rövid, akár nagyon hosszú idő alatt, de szétválik. Ez a halál folyamata. És utána van egy nem inkarnálódott állapot amelyről nagyon keveset tudunk, és nem is kell nagyon sokat tudnunk róla. Elég annyit tudnunk róla, hogy a törvény ugyanaz, csak a helyzet más. A karma ugyanúgy érvényes, a dharma ugyanúgy működik, de az egyik helyzetben van test, a másik helyzetben pedig nincs. És azonosulásaid és lélektartalmat függvényében veszed föl az újabb testet. Ennyi szerintem most elég. Tudhatom-e, hogy milyen karmával születtem. Igen, tükörbe kell nézni, ott van. Külső tükör, belső tükör. A külső a könnyebb. A külső a könnyebb, ne aggódj a külső tükör miatt. A belső tükör az nehezebb. Azért kell gyakorolni sokkal többet, mint a fürdőszobában a kis jelenlétet. Mi vagyok? Mi vagyok? Ezt a kérdést műveled mi minden oda kerül az asztalra. nincs ilyen spirituális emberke, ilyen, aki megmondja nekem, hogy én milyen vagyok? Nagyon sok van. Szeretnél olyat? Van név, cím, elérhetőség adjam? Nem tudom, lehet. Én nem, én biztos, hogy nem adok ilyet neked, ez csak vicc volt. Tehát itt a zen az a nehezebb út, hogy magad fedezed föl. Már három éve ismered ezt az egészet. Pont most okoztam csalódást. Nehogy már. Aki megmondja, hogy ki vagy, az ellopja az utadat. Aki megmondja a jövődet, az ellopja a sorsodat. Tehát te döntesz. Arról is, hogy ki vagy, arról is, hogy mit csinálsz, arról is, hogy mi lesz a jövőd. Te döntesz. És az összes döntésednek az eredménye az a meg szeretném kérdezni, hogy hogy kell a nagy kérdéssel, a mi ezzel dolgozni? Apránként, picibe. <laughs> Tehát ide beteszed a tantienbe, és minden belégzéskor szépen mi ez? És befelé. Minden belégzést? De... Igen. Okay. Igen. Okay. És ha ezt egy pár évig így csinálod, akkor utána elérsz egy olyan állapotot, amikor már nem kell verbalizálni a kérdést, az akkor is ott van. De ez még egy jó darab ideig így lesz, jó? Egyébként... A félelemről szeretnék kérdezni. Ja, Istenem! Hogy, hogy folyton attól félek, hogy elrontom az életemet. Hát akkor el is romlott már. Ha folyton attól félsz, hogy elrontod, akkor már úgyis van. Régen zenmester Kínába fogadta a tanítványait, szép hegyes vidéken voltak, mint a templomok általában, és megkérdezte a szerzetesek fényes szemű képviselője, hogy Mester, kifaraghatjuk az ülő budha nagyszerű alakját ebből a hegyből. Mire az emmester azt mondta, igen, kifaraghatjátok. Mindenki boldog, leborul, menne, tiszteltadás után mennek el. Egy másik szerzetes visszaszól az emmesternek, hogy Mester, tényleg meg tudjuk csinálni? Már nem. Tehát vigyázzunk ezzel, hogy mitől és mennyire szeretnénk félni, mert néha annyira kellemes a saját izzadságunkban úszni, mert az iszonyú konkrét. Hogy én félek, és most én félek, és még a félelemtől is félek, de ez nagyon konkrét, és ezt nagyon érzem. És ebből a félelemből aztán egy csomó mindent lehet később csinálni. Lehetek én így a figyelem középpontja, hogy nézd, hogy fél, nyugtassuk már meg. Tehát nagyon sokféleképpen lehet ezt használni, ezt a félelmet. De a helyzet az, hogy az nem teljes értékű állapot, hogy állandó félelemben vagyunk. Tehát ne az életed elrontásától félj, hanem éld az életet, és merj dönteni. Tehát a félelem az megbénít. Lebékjóz. Egy érzelmi, negatív, végtelen ciklust alakít ki hogy a félelemtől is félsz, aztán attól a hiánytól, ami már keletkezett, már attól is félsz, a megoldatlanságoktól, és így szépen így elképesztő, mint a hiperinfláció, úgy veri szét a tudatot. És ekkor kell egyetlen mozdulattal keresztül vágni, és csak te teheted. Ezt kívülről nem tudják neked megadni csak azt a tanítást, hogy ez lehetséges, és ezt meg tudod tenni, hogy csak tedd. Tér vissza ebbe a pontba, és csak tedd. És ne érdekeljen, hogy ki mit gondol, ne nézze jobbra és balra, ha csak egy lépés látsz, mert csak egy lépésnyit látsz előre, akkor is azt tedd meg. És mihelyt azt megtetted, a következő lépés is, mint lehetőség megjelenik. Mert hogyha félelemben vagyunk, akkor nem vagyunk az elemünkben, mert fél elmünkben vagyunk. Ha igazából elemetben vagy, igazából energikus és tiszta a tudat, eltűnik a félelem. A nagy meghaladó bölcsesség szíveszútra nagyon kevés pszichológiát tartalmaz. Bizony. De egy valami, egy mondatnyi van benne. Az akadálytól mentes tudatban nincs félelem. Ha ezt visszafordítod, akkor meglátod, hogy ha félelmed van, akkor akadályod is van. Tehát a helyet, hogy állandóan félnék, nézzem meg a félelmem okát, hogy milyen akadályok vannak a tudatban, és pontosan mitől félek. Fordulj vele szembe, és ne küzdj, és ne rohanj. Tehát vagy menekülök, vagy harcolok, ez a kétféle reakció van az esetek többségében. Mi lenne, ha egyiket sem tennéd? Ha harcolsz a félelmeddel, akkor megerősíted ha menekülsz a félelmed elől, akkor is megerősíted. Tehát lásd meg, hogy pontosan mi az és honnan jön. A félelemnek addig van hatalma rajtad, amíg futsz előle, vagy harcolsz vele. Ne fuss, ne harcolj, fordulj vele szembe, állj meg, és egy mozdulatlan, világos tudattal nézd meg, hogy mi ez. Elkezd köddé válni. Nem rögtön, nem könnyen, te elkezd köddé válni, és azon nyomban ott van a cselekvési lehetőség. Ha csak egy mozdulat, akkor az annyi. De az már egy félelem nélküli mozdulat. Erre van szükséged, és ekkor kezdesz el bízni önmagadban. Ekkor kezded el azt, hogy na, lehet ezt így is. És ha el lehet így kezdeni újra, akkor lehet folytatni. Jó, akkor a tudatról úgy kell gondolkodni, hogy a... fel kell nevelni, vagy hogy tisztítani. A tudatról vagy... nem kell gondolkodni. Akkor az csak úgy jön? A tudat magátal. az nem jön, nem megy. Oké. Okay. Akkor hogy gondolja? A problémáid jönnek-mennek, a problémákról kell néha gondolkodni. És akkor tudod, hogy lesz tiszta? Az eredetileg is mindig tiszta, tiszta volt, csak a problémáiddal való azonosulás szennyezi be. Ah, oké. Okay. Hatodik pátriárka Huineng hagyott gyönyörű tanítást ránk, amikor még csak növendék volt a Kolostorban, akkor volt egy hatalmas nagy versengés, hogy kinek a darmája jobb, hiszen az ötödik pátriárka azt mondta, hogy mindenki demonstrálja a tudását, és a legtisztább, legerősebb tudatú majd ő lesz az utód. És mindenki azt gondolta, hogy a szerzetes vezető Shenzhou a király, tehát senki más nem merte fölírni a kis versét a kerítésre, és várták, hogy a szerzetes vezető mit ír föl. És azt mondja, a test, a bóthifa, a tudat, a tiszta tükör állványa, mindig tisztítsd, tisztítsd, ne enged, hogy porrakódjon rá. És hát mindenki azt mondta, hát, hát ez fantasztikus, ez gyönyörű, hát biztos, hogy ő lesz a hatodik pártjárka. És uh, huineng, aki akkor még csak hengja volt, növendék volt, nem is volt szerzetes, nem tudott írni, olvasni. És megkérte, hogy hát, olvassák már el neki, hogy ez mi, és megkérte az egyik szerzetes testvérét, hogy idősebb testvérem felírnál nekem egy pár karaktert, a tiédet, na ne. Kérlek szépen, nem tudok írni, de valami csak mellé tennék ennek a költeménynek. Hogy ez te az? -e? Ugye az ötödik pátriárka azt mondta, hogy mindenki demonstrálhatja a tudását. Igen, azt mondta, de te? Akkor kérlek, kérlek, tedd ezt lehetővé nekem. Na jó, mit akarsz? Szungja, a bóthinak nincs fája, a tiszta tükörnek nincs álványa, eredetileg semmi sincs, hol a por. Ötödik pártjárka meglátja, azt micsoda letörli Huinák a költeményét, és visszavonul a szobájába. De mivel mindenki visszament a munkahelyére, és a növendék is, Hujneng is visszament a Rishántolóba, ezért napnyugta előtt a hatodik pátriárkát már látó ötödik pátriárka odament a Rishántolóhoz, hátat fordított neki, és háromszor odaütött a botjával arra a fa rúdra, ami ott az oszlopok között volt. Ez azt jelenti, hogy a hátsó bejáraton napnyugta után harmadik óra, az az évfél kilenc után. Jöjjön oda. És akkor megkapta az átadást, kasát, tálat, és mondta az ötödik a menekülj. Ezt nem is kellett kétszer mondani, és hűnek menekült is, mert akkora ambícióval rendelkeztek ott a már szenior szerzetesek, hogy nem tűrték volna, hogy ő legyen a hatodik pátriárka, és amikor reggelre kelve kiderült ez a dolog, nagyon gyorsan kiderült, akkor egy üldöző csapat utána eredt. És egy hémjong nevű szerzetes, aki korábban katona volt, egy nap alatt utal érte. És hát a hatodik pártkárka látta, hogy itt, itt nincs mese, el fogják kapni. Lerakta a tálat és a kasát egy sziklára, és elbújt a szikla mögé. És Hé odaér, meg akarja mozdítani a tálat és a kasát, de mintha oda nőttek volna a sziklához. Ekkor nagyon megijedt. És azt mondta, hogy fiatalabb testvérem, gyere elő bátran, nem foglak bántani, én a darmáért jöttem. És hújnánk előbújik, és azt mondja, ha így van, tedd fel a kérdésedet. Azt mondja, mi az igaz darma? Mi az igaz tanítás? Erre Huynang azt mondta, amikor nem gondolsz jóra és rosszra, akkor mi az eredeti arcod? Ezt hallva Hémjong elérte a megvilágosodást. És megkérdezte, hogy van-e még más titkos tanítás, amelyet az ötödik pátriárkától kaptál? És ő azt mondta Huineng, ez a tanítás nem titkos, olyan tiszta, mint a folyóvize, vagy a felhőtlen kék ég. Ezzel minden teljes, nem tartottam vissza semmit, és ha te így gondolkodsz, akkor mi mind a ketten az ötödik pátriárka tanítványai vagyunk. Menj békével! Ezek után hogy 17 évig bújdosott, világéletet élt, nagyon sok helyen, nagyon sok szitúban megfordult, és utána, 17 év után az instrukciókat követve szerzetesi fogadalmakat tett, bemutatta az írást, a kasát és a tálat, és ő lett a hatodik pátriárka. Ő öt főnek adta át a tant, köztük volt Lincsi, Rinzai, Szótó, Caotung, uh, Popán és Vian, tehát ez az öt iskola, széttörte a tálat, és széttépte a kasát, és elégette, és azt mondta, hogy ezek miatt, a relikviák miatt senki nem kerülhet még egyszer veszélybe. Onnantól van többszörös átadási vonal. Egész addig 28 plusz 6 generáción keresztül, a 28 indiai és 6 kínai, egy úgynevezett monolineáris, tehát egyetlen vonalú átadáson ment a darma keresztül. E, azt szeretném kérdezni, hogy egy apa-fiú kapcsolatában az apának mi a szerepe? Most miért én mondjam el? Hát te vagy az apa, én meg az apát. Tehát... Sokszor beszélgettünk erről, és ilyen jó dolgok jöttek elő aztán. Ez az apának akár fia van, akár lánya van, óriási szerepe van a gyermek fejlődésében, és a maszkulin oldalt kell ugye megtanítani, Miért soroljam fel? Mi az, ami hiányzik az apa szerepedből? Hm? Beszélgettünk erről, hogy, hogy alapvetően, tehát, hogy, úgy, hogy úgy, neveljem, hogy a legjobb legyen, és hogy feltétel, hogy alapvetően az, 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 az apa szeretete feltételhez kötött, és így gondolkodtam erről, hogy hogy lehet, hogy lehet maga a szeretetet felt tehát, hogy feltétel nélkülivé és feltételhez kötötté tenni, hogy, 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 hogy ne érezze az, hogy ő nincs elfogadva olyannak, amilyen, és tökéletesnek kell lennie, és mégis megtanítsam küzdeni, anélkül, hogy, hogy kételkedne abban, hogy ő olyannak szeressem, mint amilyen. Tudod, mi abban, hogy a legjobban akarod csinálni, és ez a maximalizmus lehetetlenné teszi a végrehajtást? Tehát el kell fogadni azt, hogy te, mint apa, csak apai módon tudod szeretni nevelni és tanítani a gyerekedet. Az anya dolga pedig az, hogy ő ezt anyai módon tegye. Tehát világos, hogy az apában is van feltétel nélkül elfogadás, csak sokkal kevesebb, mint mondjuk az anyában. Sokkal nagyobb a rendszer az apa részéről, de ez az anyai feltételek is ott vannak nagyon keményen, csak azok jobban lágyíthatók és másképp működnek. Az, hogy apaként hogyan neveled a gyermekedet, az nem egy tételgyűjtemény függvénye, és nem könyvekből van összerakva. Ez azokból a tapasztalatokból van összerakva, amit te a saját apáddal, nagyapáddal ugye, végigéltél, amit az életből és ezekből a tapasztalatokból tanultál, és amit át akarsz adni a gyereknek, Nota benne, hogy ez a kisebbik rész, amit a gyerek magával hozott és dolgozni kell vele, az a nagyobbik rész. Tehát például segítesz a gyermeknek megfelelő kérdéseket megfelelő időpontban föltenni. Tehát két éves korában biztos, hogy nem az egzisztencializmusról fogtok beszélni, hanem hogy hol van a bilike? Hol van a papírka? Hogyan? Tanuljuk meg azt, hogy kakilás után, ugye, kitörőjük. Hát ez egy, ez egy komoly több hónapos munka. Szóval, megfelelő időben, megfelelő kérdéseket kell föltenni. Általában a kérdések föltétele, és ezeknek a mélysége sokkal nagyobb munka, és ehhez kell az élettapasztalat, meg az önismeret, mint bármiféle válasz megadása. A válaszok is fontosak, persze. De az, hogy megtanítod a gyereket kérdezni az elképesztően fontos. Nyugaton általában szélsőségekre szakadt gondolkodásmódok érvényesülnek, vagy az van, hogy mint a birka, mindent elfogad és teljes, nem kérdez, minden csak szolgál, csak, 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 és, és ez egy idő után elveszíti az energiáját, az eredetiségét. Vagy állandóan kritizál, állandóan lázad, állandóan felforgat mindent. Ugye? Egyik túl yin, a másik túl yang. De ha kérdez, akkor még az előtt, hogy jinre vagy yangra szakadt volna, az előtt tud valami más magatartásformát meglátni és tanúsítani. Tehát tanítsd meg kérdezni. Ezt nem szeretik. Tehát ezt se az iskola, se a rendszer, se semmi, ezt nem szokták szeretni. Nagyon sokan nem szeretik. És éppen ezért kellene megtanítani a gyereket helyesen kérdezni. Ez több év munka. Ezzel lesz önálló. A válaszokat nagyon sok helyről megkaphatja, de a jó kérdéseket azt nagyon ritkán. A kérdés az mindig utat nyit, utat mutat, kinyit valami felé. A válaszok azok természetesen lezárnak. Ha jó zárnak le, akkor nem jelenik meg a kérdés ismételten. Ha nem jó a válasz, akkor megint kérdezünk. Indítsd az útjára, segíts neki önállónak lenni, és tanítsd meg az együttműködést emellett. Ön és világismeret egyaránt kell hozzá ha ezt meg tudod tenni, hogy szellemileg az önállóság felé, anyagilag a fenntarthatóság felé neveled, és egy olyasféle tudatosságot nevelsz belé, amely később a szellemi út alapja is lehet, akkor megtettél mindent. Tehát nem tudod csak te a teljes önállóságot megtanítani neki, mert ez egy fából vaskarika lenne, hogy ugye függő helyzetben tartod, és úgy akarod az önállóságot megtapasztaltatni vele, hogy pont ez a függő helyzet a, a, gátja. Ezért kell még látszólag befejezetlenül de elengedni. Sosincs vége. De valamilyen fokozatban már el kell engedni. És akkor megtetted azt, amit, amit egy apának kell, aki, aki tényleg utat mutat, irányt jelöl ki, szellemi és tudati magatartás mintákat tisztáz. A női rész, csak az, hogy ne legyünk itt egyoldalúak, az, hogy egy teritoriumot hogy jelöl ki, hogy tart meg, milyen minőséget vonz be abba a területbe, az, az nagyon fontos. Tehát rengeteg dolga van anyukának is. És bár elég komoly karmát hozunk le mindannyian, a neveltetést és annak a szerepét nem lehet eléggé hangsúlyozni, mert az, hogy egy adott személyiségelemet 150%-ig felturbózol, vagy visszavágsz 5-6%-ra le, az tényleg már neveltetés kérdése. Hogy az a karma hogy jelenik meg, és milyen viszonyban van a világgal, óriási felelőssége szülői, szervezeti részről egyaránt, hogy milyen nevelést adunk. Mert a változásért mindenki saját maga felel, de a külvilágból nagyon-nagyon Komoly és jelentős impulzusokat kap, hogy merre menjen, ki legyen, mi legyen, mit csináljon. Úgyhogy nagy a, nagy a felelősség. Tolsó kérdésként. Meditáció közben nagyon-nagyon sokszor felmerül bennem egy kérdés, hogy kérdezzelek meg. Ez pedig a következő. Ha mindenki egy valakitől kérdez, az az egy valaki kitől kérdez? Tőled kérdez. Miért kérdezel ilyet, hogy én kitől kérdezek? annyira okos vagy, Arthur, hogy ez meg kicsattan a gerendán keresztül. Tehát ez fantasztikus. Az a jó, hogy nekem is van kitől kérdezni. Én is sokat kérdeztem tőle, és ha kell, van valaki, akitől tudok kérdezni. De igyekszem a saját kérdéseimet jól és nyitottan látni ahhoz, hogy a válaszaimat megadjam. Meg néha téged is kérdezlek. Meg Dokhesszonyimot, meg Rodit, meg Esztert, meg néha még saját is megkérdezem, hogy hm, hogy van az a Most rá lehet menni ez a lakkal egy másik lakra, vagy, vagy nem lehet? Tehát kérdezek én nagyon sokat. Jó? Szeretném megköszönni mindenkinek a ma esti jelenlétét, a sok jó kérdést, és legfőképpen azt a gyakorlatot, amelyet együtt végzünk, rövidebb vagy hosszabb ideig, de egyre inkább azon az úton haladva, amelyen mindannyian elérjük a felébredést és megszabadítunk minden lényt beleértve magunkat is a szenvedéstől köszönöm szépen